A 611-es út mellett található a Gólyavár, ami közel másfél évszázadon keresztül szolgált a dombai család számára rezidenciaként és birtokközpontként. Az ásatási tevékenységeket két csoportra lehet osztani. Az egyik az a megelőző feltárásoknak nevezett kategória, ami különböző építkezésekhez kapcsolódik, úgy országosan, mint Tolna megyébe, ebből van jóval sokkal több. A Szekszárdi-Vasinszky-Mór megyei múzeum területeg illetékes múzeumként Tolna megy egész területében az ilyen típusú munkálatokat ellátja. És van egy másik kategória, ami sajnálatos módon az elmúlt évtizedekben már nagyon megritkultak, ezek az úgynevezett tervásatások, amely vagy országos helyről indulva, vagy akár egy helyi kezdeményezésként egy-egy fontosabb, frekventáltabb régészeti lelőhely vagy műemléknek a feltárását tűzi ki. A dombóvári Gólyavár ásatása ilyen, nem a Szekszárdi Múzeum végzi a feltárást, hanem a Eötvös Loránd Kutatóhálózat Bölcsészettudományi Kar Régészeti Intézetének a feltárásában zajlik a munka, a Szekszárdi Múzeum viszont befogadja az itt feltárt leletanyagot, restauráljuk, leltározzuk, tehát igazából a Szekszárdi Múzeumnak a gyűjteményébe kerül, amely igény esetén, vagy hát majdani kiállítás esetén természetesen Dombóvárra is tud kerülni, kiállítás vagy formájába, vagy akár majd publikáció formájába. A 14. század végén, vagy a 15. század elején épült várat az évszázadok lassan maguk alá temették. A lelőhelyen a 2014 óta tartó feltárás során sikerült tisztázni a vár kiterjedését, főbb építési periódusait. Itt ez már sokadik éve zajlik ez a feltárás, minden évben nyaranként, ilyenkor közel egy hónapig, vagy akár 5-6 héten keresztül is fiatalok segítségével folyik ez az ásatás, és hát minden egyes ásatási idényben egyre többet és többet lehet megtudni erről a egykor nagyon szép, hát több periódusra is rendelkező várról. Várásatás egyébként legutoljára talán a nevesebbek közül az ozorai várat tudnám felemlíteni, ami az 1980-tól 1990-es évek közepéig, végéig tartott. Az volt egy olyan utolsó nagy klasszikusnak mondható várásatás, amelynek a sorában most ez a dombóvári lépett. A Bölcsészettudományi Kutató Központ Régészeti Intézetének munkatársai július közepén folytatták a már 2014 óta zajló munkát az egykor Dombóvár határában álló épületnél. Hagyományos régészeti feltárás mellett geofizikai vizsgálatokat is végeztünk a lőhely területén, továbbá kiegészítettük a már meglevő geodéziai felméréseket is. A geofizikai vizsgálatok során talajradarral mértük fel a hozzáférhető területeket, és így a várnak még az eddig ismeretlen alaprajzi részleteit sikerült feltárnunk, és ennek alapján nyitottunk egy új szelvényt, amelyben az északi épületszájnak a maradványait próbáltuk megtalálni, illetve a hozzá kapcsolódó úgynevezett keleti belső toronynak az alapozását, és itt az eddigi ismereteink szerint egy pince szintet sikerült megtalálnunk, ami fel van töltve a vár lerombolás után keletkezett építési törmelék, bontási törmelékkel. Továbbá a régi szelvények közül két helyen folytattuk a feltárást, részben a kereti várfalnak a mentén, ahol elsősorban törökkori rétegeket és jelenségeket tudtunk feltárni, továbbá a nyugati oldalon az egykori kaputoronynak a helyén, ahol a jelek szerint úgy tűnik, hogy sikerült megtalálnunk az eredeti kapubejárónak a maradványát. Az épületet a 18-19. századi szakirodalom úgy tartotta számon, mint Dombai Pál, a híres jogtudós vára, amelyről az idei feltárási munkálatok során is sok hasznos lelet került elő. Idén is nagy mennyiségű leletanyag került elő, elsősorban kerámiából és állatcsontból találtunk. Terveink szerint az ásatásokkal párhuzamosan megkezdődhetne a lelőhelynek a műemléki állag megóvása. Továbbá az önkormányzat egy közösségi helyszínnek a kialakítását tervezi a lelőhelyen.